amerikai függésre váltjuk az orosz függést. Ez persze kényelmesebb, mert az amerikaiak demokraták szemben az oroszokkal. És ez politikai talán kényelmesebb nekünk. De nem, jó. Nekünk egy jó struktúra kell. Tehát nem az a kis, hogy szállítanak le az oroszok vagy nem, hanem hogy hány más helyről tudunk még mi szállítani. A baj nem az, hogy orosz gáz meg olaj van, az a baj, hogy nincs más. És ezért ki vagyunk szolgáltatók. Ez a mi logikánk. Hosszabb távon Európának az az érdeke, hogy sok lehetősége legyen. Nem pedig az, hogy lecserélje az egyik gazdát a másik. Amit Angela Merkel csinált a krími válság idején, az egy mestermunka volt. Úgyhogy az Danke Angela. Tehát amikor, mert ez a háború kitörhetett volna a krími válság idején is. Hiszen ott is egy nyilvánvaló nemzetközi jogsértés történt. De abból nem lett háború. Miért nem lett bőle háború? Azért, mert a németek, kancellárra az élen, azonnal tárgyalást kezdeményeztek. Elmentek Kijevbe, elmentek Moszkvába, meghívták őket Brüsszelbe, és izolálták a konfliktust. Tehát a krími konfliktus megmaradt egy ukrán-orosz konfliktusnak. És nem engedték, hogy fölrobbanjon, és mindannyian belevonuljon. Minden csepp vére a szívemnek az ukránokkal. Tehát egy hősies nép. Nekünk sok konfliktusunk volt, meg van velük, de ez most nem érdekes. Egy hősies nép. Rendkívül hősiesen harcol. De csak azért tudnak nyílt háborúba lenni, mert mi korlátlanul mögé toljuk a pénzt, a fegyvert, az információt és mindent. Ezért ők nem is tudják lezárni ezt a háborút. Ezt Amerika tudja lezárni. És ez a csapda lényege. Az amerikai elnök túl messzire ment.